Az ország első búcsúja idén még különlegesebb volt. A Szent Mise keretében Spányi Antal megyés püspök áldotta meg az állami és önkormányzati támogatásból, valamint az adományozók jóvoltából felújított 155 éves templomot. Könnyen tartják minden évben az ország első búcsúját, ugyanis a templom a három királyok nevére van keresztelve, és ez egy különleges alkalom volt nekünk idén. Ugye tavaly sajnos a pandémia miatt elmaradt, az idén viszont püspöki misénk volt. Megáldotta az újonnan kialakított oltárt, illetve a szószéket. Nagyon örültünk a püspök atya látogatásának. Nagy álmunk vált ezzel valóra. És hát a hideg ellenére azért azt nézem, hogy a búcsúba is elég sokan jöttek ki. És már az árusok is eljönnek, hiszen éveken keresztül ugye nem volt környén sajnos búcsú. Ugye ez a búcsú ez mindig a templomhoz kötődik, de azért ez a kirakodó vásár is része mindig ennek a búcsúnak. És évekig nem volt semmi, ezért felkarolt a német önkormányzat, és most már azért 9 árus ide jött, és nagyon örülünk, hogy az emberek kijönnek. Gondolom ez a pandémiának is betudható, hogy már vágynak az emberek ezekre az ünnepekre. Hogyan vetted észre, hogy a felújított gyönyörű templomot hogy fogadták a hívek, illetve az itt élők? Tömve volt a templom, mindenki kíváncsi volt arra, hogy is nézhet ez ki. Az önkormányzat, a nagy önkormányzat az nagyon sok pénzzel támogatja az egyházat folyamatosan, illetve pályáztak egy országos pályázatra is, és a Magyarország kormánya is több mint 15 millió forinttal járult ehhez hozzá. Ez még itt nincs befejezve, tehát a nagy oltárt azt szintén fel fogja az egyház újítani, erre is keresik a megfelelő forrásokat. A német önkormányzat pedig azzal tud segíteni ilyenkor, hogy ha vannak rendezvényeink, ezeknek a bevételét mi egy összegbe felajánljuk a templom részére. És hát a misével nem ért véget itt most a vasárnapi nap, hát mi is történik itt a parkoló tér részen. Igen, ugye nagyon örültünk, hogy egyrészt az iskola beöltöztette a gyermekeket, tehát népviseletbe jöttek el. Most itt meg a parkolóban hagyományosan fúvós zene van, illetve a svóvisiból mi játszik, 11 órától játszik, és valószínűleg egészen 3 óráig fogják húzni a talpalávalót. Miből és hogyan tudott megvalósulni a környei templomnak a felújítása? Magyarország kormányánál sikeresen 15 millió forintot pályázott plébániánk. A pályázat során megvalósítottuk a külső vízelvezetőt, a fal külső szigetelését, valamint újraszínezését. A templom belterében újra tudtuk alakítani a vizes lábazat falazatot, valamint kialakítottuk a keresztelőkápolnát. Sikeresen a nyílászárókat kicseréltük, valamint környékösség önkormányzatának támogatásával megvalósítottuk a szószék már évek óta húzódó restaurálási munkálatait, közadakozásból pedig sikeresen felújítottuk és rendbe tettük a miséző oltárasztalt. Miért volt erre igazából szükség és miért volt fontos? Az elmúlt időszakban a időjárás viszontagságai, valamint itt a templom mellett húzódó két nagyforgalmú út által generált rezgések annyira elvizesítették a falakat, hogy kénytelenek voltunk már ezt a beruházásnak forrást keresni, és ez most egy nagyon jó megoldás volt, és egy nagyon jó megvalósítása is volt ennek a dolognak, hiszen így most reméljük az utókor számára még közel 30 évig ez a templom ilyen szépségében fenn fog maradni. Hogy vette észre, hogy a hívők hogyan fogadták a felújított templomot? Eleinte a testvérek óckodtak tőle, hisz minden munkától mindenki fél, de utána mindenki önként nagy lelkűen is jött segített. Volt olyan, hogy szombaton reggel asszonyok jöttek és a festők utáni eltakarítottak, valamint volt olyan, hogy itt a szobrok visszajelzésében azok a vállalkozók jöttek és segítették munkánkat, akik előtte a kivitelezési munkákat hajtották végre. Azért gondolom, mindenki testvérek számára is azért összességében ez egy jó dolog, hogy rendezettebb környezetben van most így a templom, és szívesebben érkeznek ide. Igen, ez egy nagyon nagy öröm is számunkra, hogy megvalósult, és mondhatni, hogy ez egy évek óta húzódó rekonstrukció, hisz 10 évvel ezelőtt kialakításra került itt a II. János Pál pápa tér, rendeződött egy 5 éve maga a
a plébánia és környezete, és most pedig rendbe tudtuk hozni templom és környezetét. Így mindenki, reméljük, hogy egy rendezett, szép környezetbe, egy tiszta környezetbe tud jönni, és reméljük, hogy még nagyon sokáig várhatja a kedves testvéreket, akár esküvőre, akár keresztelő, akár a szentmisékre ez a tér. Évszázadok óta környén tartják Magyarország első búcsúját, hiszen a község római katolikus vízkereszt templomát a három királyok tiszteletére szentelték fel. Áldjuk meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És az Atyának. Testvéreim, Jézus Krisztus nevében jöttünk össze, a közös összefogással felújított templom megáldására. Kérjük a mindenható Istent, fogadja kegyesen az elvégzett munkát, mint az emberi hódolat jelét, és amiként gondjainkban is mellettünk állt, legyen velünk örömünkben is. Könyörögjünk. Kérünk téged, Urunk, előzd meg tetteinket csugalataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson elé. Könyörögjünk. Urunk és Istenünk, bár téged sem az ég, sem pedig a föld nem képes befogadni, mégis olyan hajlékot készítesz magadnak itt a földön, ahol állandóan segítségül hívhatjuk szent nevedet. Kérünk, áld meg ezt a helyet, szent fiad érdemeire való tekintettel, és sugározd rá kegyelmed erejét. Add, hogy imádságunk, mint az áldozati tömjén illata, szálljon fel színed elé, hívő népedet halmozd el bőséges jótéteményeiddel, hogy mindazok, akik munkájukkal és áldozatos adományaikkal hozzájárultak e templom felújításához, nyerjék el a jelen életben segítő oltalmadat, bűneik bocsánatát, és részesüljenek a megváltás kegyelmeiben. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Vajon kihábolhatja magasztos személyét? Gyere, gyere,
hiánya, betölti a teret, a palota előtt a hatalmas teret. Három fiát állt középbe, büszke olyak, mit lekedett és nyomik. Törjük a szemünk, mosolyog a szájuk, csupa gyöngy és ajánlók rájuk. Hogyha örvendetnek szíved jó indulatába, miként azt élik, elég jelenti. Hát akkor szedjük a lerúgat, szakorát, vezessd őket végig, termeljük hosszú sorat. Fogadt szavaim kérlek bizalommal, üdvözélel minket, elmondom az utat. Nagy király született, Isten fiam, minden lényeknek igen szolgálja. Azért választott az utat, hosszú, lassú, hogy a gyermeket bárhova felmásuk. Mint ebben a papot, olyan figyelmet, többet tudnál, nem egy hóból idegen. Főpapok és bölcsek, jöjjön elő mindenki, aki tudja, hogy az új királynak van fel megszületni. Főtisztelendő püspök atya, plébános urak, kedves polgármesterek, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! A mai búcsú megkérdőjelezhetetlen tanúsága annak, hogy értékválsággal küzdő világunkban igenis élnek a keresztény gyökerek. Ezekben a napokban, amikor Kányádi Sándor szép szavaival kezet fog a múlttal a jövendő, mindannyian megunyul reménnyel mondunk jókívánságokat egymásnak. A személyes jókívánságok mellett az lehet a legfőbb közös kívánságunk, hogy legyen békés a világunk. Terveket, álmokat szövünk, fogadalmakat teszünk. A nagy álmok sok kicsiből állnak, ugyanúgy, ahogy a napfénye is milliónyi kis sugárból adódik. Miért ne törekedhetnénk az előttünk álló esztendő minden napján arra, hogy nagyobb tisztelettel legyünk a másik iránt, és miért ne tehetnénk olyan fogadalmat, hogy még az eddiginél is jobban tiszteljük egymásban az embert? És miért ne törekedhetnénk arra, hogy legyen iránytünk a szeretet? Rosszak az idők, mert rosszak az emberek. Márton Áron püspök gondolatai több mint 70 év után is aktuálisak, majd így folytatja. Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők. Ez az idők parancsa. Újból kereszténynek kell lennünk a földön, emberi életet élhessünk, és Isten áldására méltók legyünk. Tisztelt hölgyeim és uraim! Szent István legnagyobb öröksége, amely intelmeinek is kohéziós erejét adja, hogy Isten előtt felelősséggel tartozunk, hogy a szabadság, az igazság és az igazságosság, melyet korszakról korszakra az uralkodók zászlajukra tűznek, s csak Istenben gyökerezhet. És ha nem sziklára építkezünk, akkor széltől lengetett nádként csapódhatunk múló hatalmakhoz és erőkhöz. Ferenc pápa azt mondja, az Úr tanítványai arra kaptak meghívást, hogy olyan közösségekként éljenek, mint a föld sója és a világ világossága. És Jézus ezt üzeni nekünk. Legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok.
Ő azért lépett az emberi történelem színpadára, hogy példát, tanítást, eligazítást adjon követőinek a szép egyéniség, a szeretet által irányított közösség kialakításához. 100 éve klasszikus tömörséggel így szólnak Prohászka Ottokár püspök igaz és szép szavai. Szép lélek, tiszta erkölcs, harmonikus élet, ez az igazi remek mű. Jobb világ, új világ. Mikor lesz, s lehet? Ha az igazi lelki emberség, az erkölcsi emberség szerez érvényt. Erkölcs, igazság, szabadság, tehetség érvényesülése, ezek minden emberi élet alapjai, tengelyei és irányai. Nehéz korban élünk, mely nem törődik Istennel, elhanyagolja a nemzeti öntudatot. Ferenc pápa néhány napja megfogalmazta, hogy az árvaság korát éljük. Szent János Pál negyed századdal ezelőtti üzenete ma is mindannyiunk számára megfontolandó. Azt mondom nektek, legyetek erősek, fedezzétek föl magyar és keresztény gyökereiteket, és minden lehetőt tegyetek meg a szebb jövő építéséért. Kapcsolódjatok bele újból e kontinens történelmének folyamába, úgy jelentkezzetek, mint akik a keresztény eredetű nagy európai hagyományt hordozzátok. Házatok akkor lesz igazán a tiétek, ha magatok építitek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ilyenkor az év elején képletesen a jövőnk kapujában állunk. A legnagyobb kérdés az, hogy van-e elég erőnk és bátorságunk akkora lépéssel belépni ezen a kapun, hogy ez az új év az igazi megújulás éve lehessen. Ha felelősséggel, tiszta hittel és becsületes munkával jó irányba tudjuk kormányozni saját magunk, családunk és nemzetünk sorsát, akkor boldog évünk lesz. Hiszem, hogy megvan bennünk az elszántság, az erő és a bátorság mindehez. Kívánom, hogy a jövő hozza el mindannyiunk életébe a biztonságot és a várva várt megújulást. Isten adjon ehhez erőt, kitartást, töretlen hitat mindannyiunknak. Most pedig engedjék meg, hogy Cunyiné dr. Bertala Judit gondolatait megosszam önökkel. Ő lélekben volt velünk együtt, és ezt az üzenetet küldi mindannyiunk számára. Főtisztelendő püspök atya, plébános urak, polgármester úr, ünneplő keresztény gyülekezet. A Környei búcsú az év első búcsúja. A Környei római katolikus vízkereszt templomát a három királyok tiszteletére szentelték fel. A 155 éves templom most megújultan várja a vízkereszt után az együtt ünneplő közösséget. Néhány esztendeje a 150 éves jubileum a plébánia újjászületése adott közös ünnepet. Most a templom 155. évfordulóján ismét megújulásnak örvendezhetünk. Megújulás, újjászületés. A keresztény hit egyik legfontosabb üzenete, hogy Krisztusban és Krisztussal nyerhetünk új életet. Belső megújulást hitből. Az építés és az építkezés esztendeit éljük. Templomaink, egyházi tereink megújulásának itt az ideje. Mert ugyan nem a külső jegyekben nyerünk újjászületést, de ma ez is mégis fontosabb talán, mint bármikor is volt. Üzenet és hitvallás, hogy ezt ezeresztendős hitünk megtartó erejét egy olyan korban mutassuk meg, és tegyük nyilvánvalóvá, amelyben nem divat a hit, nem trendi a vallás, mert a világok csábítása hangosabb. A keresztény Magyarország megmaradása, hitünk megtartása, a keresztény értékeink megtartása. Ezért is fontos, hogy bár nehéz, de tudjuk a megújulást mutatni,
a megújulással, a felújításokkal, a megmaradást szolgálni. Templomaink, egyházi épületeink nem csupán az épített örökség részei, hanem keresztény hazánk és nemzeti identitásunk alapjai is. Minden egyes felújítás tisztelet a múltnak, de sokkal inkább fundamentum a jövőnek. Bízzunk benne, hogy minden templom megújulásával erősödik a szövetség és a fundamentum. Soli Deo Gloria. Ez mindig az emberi dolog. Köszönöm szépen.